tőkésített vállalatok. Ez mekkora probléma Magyarországon is? Csontos Roland régóta kíváncsi volt arra, hogyan válhat valaki vállalkozóvá, és milyen kihívásoknak kell megfelelni ehhez. Ezekre a kérdésekre most Lepsény István a gazdaság fejlesztésért és szabályozásért felelős államtitkártól kapott válaszokat. A 17 éves fiú azt mondja, a jövőben szeretne a pénzügyi szektorban elhelyezkedni. Van egy ismerősöm, aki a tőzsdén dolgozik, és hozzáfogok ilyen gyakornoki állásra menni nyáron, hogyha van rá lehetőség. A Bányaiban több sikeres vállalkozó tartott előadást ezen a héten. Az intézmény idén először csatlakozott ugyanis a Pénzhét elnevezésű országos rendezvénysorozathoz, amelynek célja, hogy felkeltsék a fiatalok érdeklődését a vállalkozói lét iránt. Mi egy általánosan képző intézmény vagyunk, közgazdasági ismereteket nagyon keveset kapnak a diákok ebben a képzési formában. Ilyenkor koncentráltan egy kicsit lehet ezzel a területtel foglalkozni, és hát volt egy központi lehetőség, lehetett csatlakozni. Az teljesen meglepett bennünket, hogy államtitkár úr jelentkezett önkéntesként erre a programra. És akkor meg kell valamit csinálni nulláról. Lepsény István elsőként életútját, szakmai pályafutását ismertette, majd tanácsokat adott a diákoknak. Mint mondta, számtalan olyan lehetőség van, ami elősegíti a fiatalok vállalkozóvá válását. Ezeket a lehetőségeket azonban sokan nem ismerik. Vannak olyan képzések, például a minisztérium által finanszírozott területen, ahol kidolgoznak egy ötletnek az üzleti tervét, és azt követően az üzleti terv megvalósításához egy meghatározott induló tőkét kapnak, amivel be tudják ezt a gondolatot indítani. Tehát mi úgy gondoljuk, tanítani kell a fiatalokat, ösztönözni a vállalkozásra, a magyar gazdaság fejlődését, a vállalkozások fejlődése fogja előre mozdítani. A rendhagyó óra végén egy filmvetítéssel egybekötött feladatmegoldás következett. A fiatalok ebből megtudhatták, hogy manapság mely területeken érdemes vállalkozásba kezdeni.